Konnichiwa, minasan! Ez a videó egy kis kitekintés a japán írás felé, eddigi leckéktől függetlenül is nézhető. A korábbi leckében már meséltem a japán írásrendszerről, de ez most más lesz. Itt most a gyakorlásában szeretnék segíteni. Azért a hiraganákkal kezdem, mert a japán gyerekek is ezt tanulják meg legelőször. És amíg nem tudják valaminek az írásjelét, a bonyolultabb kanjit, addig hiraganával írják át. Nos, bár úgy vélem, hogy az írás egy olyan valami, amit leginkább önállóan lehet gyakorolni, például japán szavakat, dalszövegeket átírni, és más kevésbé tud benne segíteni, azért valamennyire szerintem mégis tudok egy kis segítséget nyújtani, ha másban nem, a memorizálásában. Ehhez állítottam össze ezt a videót. Most együtt végigvesszük a japán hiragana szótagok első harmadát, és én mindegyikhez társítok majd egy-egy képet, ami azzal a betűvel vagy szótaggal fog kezdődni, és nagyjából bele lehet látni a jelbe. Ezáltal könnyebb legyen azt megjegyezni. Néha jobban bele lehet majd látni ezeket a képbe, néha kevésbé, de a lényeg, hogy ez sokat segít akkor is. Az agynak legalább lesz egy pici támpontja, és ha nem is egyből fogjuk tudni lerajzolni őket, a felismerésben nagy segítség lesz. Egyébként szeretnélek bátorítani titeket arra, hogy nyugodtan próbáljatok ti magatok is képeket, fogalmakat társítani egy-egy jelhez. Nyugodtan legyen saját verziótok, nem muszáj az általam mutatott képről megjegyezni. Én inkább csak megmutatom, hogy is lehet ezt csinálni. Még annyit, hogy a jelek vonásának sorrendjét meg lehet nézni és lehet gyakorolni ezen a nagyon jó honlapon, amit itt megadtam, de ezt a linket majd beleírom a leírásba is. Ezen a honlapon csak rá kell kattintanotok az adott szótagra, és elkezdi leírni. De egyébként zárójelben megjegyzem, ha nem a megfelelő sorrendbe húzzátok a vonásokat, akkor sincs semmi baj. Akkor kezdjük nézni a hiraganákat. Olyan sorrendben mutatom őket, ahogy tényleg sorrendbe jönnek. Erre akkor lesz szükségetek, ha valamikor japán rendszerű szótárban keresgélnétek. Az első az ő ABC-jükben is az A. Ehhez pedig nagyon is bele lehet látni egy almát. A. Alma. A következő az I. Lássunk bele két kart, ahogy integet. I. Integet. Következik az Ü, amit U-nak szoktak írni, ezért most az asszociációs kép is U lesz. Lássunk bele egy alakot, aki ugrik. U, ugrik. Következik az E. Csak egy plusz vonalat kell belehúzni, és már is egy embert kapunk, vagyis E, ember. Következő az O. Kis képzelő erővel egy olló lesz belőle. O, olló. Hát ezek voltak a magánhangzók, most pedig következnek a K-val kezdődő szótagok. Első a K. Ebbe egész könnyen bele lehet látni egy kacsát. K, kacsa. Következik a ki. Jobban kiegészítve, egy kikötőben állomáshozó hajó. Ki, kikötő. Következik a kü, amit igazából kúnak írnak. Ebből pedig egy kakascsőrét csináltam, amelyik éppen azt mondja, hogy kukurikú. Ku, kukurikú. Következik a ke. Ebből nálam két nyíl lesz, ami éppen megkerül valamit. Ke, kerül. Aztán jön a ko. Két íves vonásból áll, amit könnyű kiegészíteni egy korongra. Ko, korong. Most pedig azok a szótagok kezdődnek, amik esszel vagy esetleg essel kezdődnek. Első a sza. Kis kiegészítéssel egy szandálos láb lesz. Sza, szandál. Most jön a si. Vigyázott, si szótagjuk nincsen. Ez a kép szinte adja magát, hogy egy siklót lássunk bele. Si, sikló.
következő a szű. Ez aranyos kis kunkori vonal, amiből én most egy szőlőt rajzoltam, hogy azt mondhassuk rá, szüret. Szű, szüret. Aztán jön a sze. Elsőre talán nem is látszik, de egy szép szívet rajzolhatunk köré, ezért belőle lesz a szeret. Sze, szeret. Végül pedig a szó, szótag jön. Ez szép cikcakos vonal, aminek megrajzoltam a tükörképét, és már is azt látjuk, hogy szorít, mint a fűző. Szó, szorít. Hát ez volt az első 15 jel. Nézzétek át többször, erre is jó ez a videóformátum, és mondom, akár készítsetek saját verziót a képekhez. De nem akarlak gyakorlás nélkül se hagyni titeket, ezért összeválogattam egy adag japán szót, amit már most ezzel a 15 szótaggal is le lehet írni. Ha van kedvetek, próbáljátok ezeket átírni. Sőt, jó hírem van, mert igazából ennél még többet le tudtok már most írni. Ugyanis létezik olyan, hogy hangmódosulás miatt a most átnézett szótagok nagy részéből icipici változtatással már is új jel és hang lesz. Ez a picike változtatás a jobb felső sarokba rajzolt két kis vessző lesz, és azt okozza, hogy minden K-val kezdődő szótagból G-vel kezdődő lesz, az S-szel kezdődőkből Z, illetve inkább Z-nek ejtik, és a S szótagból meg G lesz. Na tessék, már is itt van egy újabb szógyűjtemény, amit meg a módosított szótagokkal is le tudtok írni. Jó gyakorlást mindenkinek! A következő részekben a többi hiragana jelet is megnézzük. Addig is! Gyané!